Folytatjuk a költéseket, most már a minisztériumok költéseit, és nem a Magyar Nemzeti Bankét, a minisztériumok költéseire. Józsa István volt kíváncsi, jó estét kívánok! Kezdjét csokkolom, jó estét kívánok! Meg is kapta a választ. Nekem a kedvencem a kis Sámli. Az mire kellett? Hát tudom, biztos, hogy magasabbra lehessen állni, lehet, hogy ilyen jó, én tudom, hogy én vagyok ilyen... Beszédekhez kellett. Elveszek a részletekbe, mit, és nem a kis Sámli múlik a világ nagy dolga, meg a Magyarország életese. De a kis Sámliból nagy költés lett. Nem igaz. A kis Sámli 2840 forintba került. 2840 forinttól nem lesz senki se boldogabb, meg szegényebb ebben az országban, amikor hogyha a költségvetést... De a Vidékfejlesztési Minisztériumnak mire kellett 2840 forintos kis Sámli ebben a fotelben, mi van? Hogyha mennyi? 100 forint? Hogy volt az? Ezt az egész procedúrát, amiben számot adtak a minisztériumok a saját költéseikről, ha ezt nézzük, akkor meg kell, hogy dicsérjem a Vidékfejlesztési Minisztériumot, mert ők legalább korrekten leírták. Volt, aki csak integrált számokat írt le. Ebben a probléma az hogy Orbán Viktor... Számok? Tehát nem részletezték, mint ahogy a műkincseknél sem akarják részletezni, hogy mit vesznek, hanem mondjuk irodabútorra 500 asztalt megvettek, meg 600 széket mellé, ami eleve különös, hogy miért kell 500 íróasztalhoz 600 gurulós szék, különösen, mikor létszámleépítés volt 2010-11-ben. Tehát ezt mi 2010-től, így van, 2010-től mi ezt végigkövettük, képviselőnek alkotmányos joga, hogy kérdéssel forduljon. 2010-től igen, kapta kormányváltástól, a mindenfél évben megkérdeztük. Ja, ja. Mindenfél évben rendesen mi ezt megkérdeztük. De tényleg most nem derült ki, hogy a kis Sámli minek? Az a helyzet, hogy visszakérdezési lehetőség nem volt, tehát és sose fog kiderülni. Egyszer feltettük, hát majd meginterpellálom. Kérem, kérem, az én kedvemért tudja meg. Rende. De még az én kedvemért. Azt is, hogy a Győr-Sopron megyei kormányhivatal miért vett egy traktort? Hát, hogy valószínűleg vontatni akar, hogy mit akar vontatni, az majd kiderül. De a kormányhivatalnak minek traktor? Egyáltalán az egésznek a struktúrája borzasztó. De ez igaz, hogy a kormányhivatal lett egy traktort 6 millióért? Ebben minden igaz, tehát ezt, hogy mondjam, büntető jogi felelősségük tudatában írták le, mert képviselői kérdésre nem írhatnak le valótlant. Ez egy ettől kezdve közokirat, tehát hogyha ebben hamis dolgot írnának le, az közokirat hamisítás lenne. A másik, 16489 forintért már lehet kapni poloska keresőt, azt meg a NAV vette. Hát attól függ, milyen poloskáról van szó. Ez jó minőség. Lehet, hogy a mezei poloskára jó, mondjuk a lehallgató készülékbe elhelyezett poloskára valószínűleg nem jó. Ja, de ez kiderült az adatközlésből? Én lehallgató poloskára gondoltam. Nem, ez valószínűleg valami biológiai egyszerűbb dolog. Ja, most komolyan? Igen. Ja, én azt hittem, hogy, tehát, hogy műszaki... Nem az átvitt értelemben. Annak egy... Jó, hát most, hogy így munkatársak közül már kettő is itt nyilvánosságra éppen, ezt mondom, azt hittem, hogy gyorsan vettek egy poloska keresőt. Én valószínűleg tartom, hogy az agrárterületen dolgozó NAV ellenőrzőknek a biológiai poloska mentesítésére szolgálhat ez a... De, egyébként várjad, nem nagy értékű eszköz. Hát kint jár a mezőn, összeszed bizonyos poloskát, biológiai, tehát élőlényt, és akkor, hogy... Én értem ám, hogy a poloska az egy élőlény is tud lenni, de ez nem poloska írtó, poloska kereső. Igen, az igen. Milyen? Hát hogy keresem a poloskát? Érdekes kérdés, de hogyha a nemzetgazdasági összefüggését szeretném nézni, a NAV-nál mondjuk azt az 1000 milliárdos áfacsalást is jó lenne egy poloska keresővel megkeresni, ha egyébként más úton de nem lehetett. Ez lehet, hogy egy foglalkozás, nem a poloska kereső, tehát egy szakembert fizettek meg. Nem, tehát ez az nem más egy eszköz. Soron van. Ez egy eszköz? Ez az eszközbeszerzésekre. Tehát a mi kérdéseink, tehát meghirdettek egy beszerzési tilalmat. Tehát, hogy nulla a kormánynak a kiadása, ehhez képest 4 év alatt 160 milliárdot költöttek el, pont annyit, mint ami az MSZP kidolgozta a gyermekszegénység elleni programját, évi 40 milliárdból a gyermekéhezést meg lehetne oldani. Ez a 4x4, 4x40 milliárd, 160 milliárdot Orbánék elköltötték saját magukra. Tehát mi ezért tartjuk ezt fontosnak és felháborítónak, amikor kérdezték, hogy miből lehetne ezeket a szociális célokat megvalósítani, ezekből. Tehát várjon, a pazarló kiadásokból. Várjon, na, mindenki rázizant a vezérlőbe. Most mondja a szerkesztőm a fülemben, már googlizik mindenki, hogy mennyi, bocsánat, a 9000?
9000 forintért lehet venni poloskakeresőt, de az a lehallgatót, tehát hogy nem az állat. Az is lehet. Tehát akkor el tudom fogadni. Akkor ez egy lehallgató poloska. El tudom fogadni, akkor viszont pontatlanok voltak. Mert slangben, poloska, slangben nem szabad válaszolni nekünk. Úgyhogy itt akkor meg kell, hogy róljam a de minisztériumot. De magam hogy ez ilyen kis állat. Hát, nekem azt a magyar nyelv szabályai szerint, az akadémiai nyelvtan szerint a poloska de az, akadémiai az nem a lehallgató készülék. De hogy keresi? Mi az az eszköz, amivel a poloskát, mint állatot keresi? Most nagyító, hogyha még a végig megy az adóellenőrön, amikor bejött a mezőről, hogy van-e rajta nem poloska. Az akváriumban dolgozott eddig, ugye? Szkene, igen. Na, akkor még valamire meséljen. Az őshonos sertések és halfajok szaporodás biológiai jellemzése Laosban címmel ez rendkívül fontos lehet. Laosban tényleg nagyon fontos lehet, hogy a hosszú hátú disznó hogyan szaporodik természetes körülmények között. Mert Laosban hosszú hátú disznók vannak? Biztosan, mert Magyarországon csak a hosszú hátú disznónak van keletje, úgyhogy egyébként miért mennének Laosba természetes disznó szaporulatot vizsgálni? Ez ilyen nagyon viccesnek tűnik, de igazából ugyanaz a téma, mint a Magyar Nemzeti Bank narancsos eltapsolása, pénzeltapsolása, mert kifelé azt hirdették, hogy itt rendkívüli takarékosság van. És hogyha szabad egy picit előrevetítenem a május 25-i európai parlamenti választásokat, amit ugyan még nem kérdezett, de hogyha ott mindenki az MSZP-re szavaz, legalább annyian, akik április 6-án, akkor egy picit visszább tudjuk lendíteni az ingát, hogy ezek a kérdések, hogy mit akarnak lehallgatni és miért, ezek legalább tisztázódjanak. Bocsánat, a kollégáim, ha látják az iPad-et, akkor mutassuk meg. Megtaláltam a laoszi disznót, hogyha ez valós, lehet, akkor én ezt... Na, ez elég hosszúnak kicsit tűnik. Kicsit hasonlít a vaddisznóra, angalica az kerekebb, ez inkább, ez attól jól emlékeztem, neki ez a enni. Hosszú hátú vaddisznóra emlékeztet. Hosszú hátú vaddisznó, kiskorában csíkos, és mi köze van a halakhoz? Tehát hogy jön a disznó és a hal? Csak mint ő lehet, fehérje. Hogy hal anyuka. Fehérje táplálékforrás. Én azt hiszem, hogy ott jön hozzá, hogy a vadmalac... Nem fehérje táplálék, szaporodás biológia. Igen. Lehet, hogyha több szaporodás ügyileg a adnak egy kis halat a vaddisznónak, aki mondjuk táplálék formájában adnak egy kis halat a vaddisznónak, akkor lehet, hogy jobban szaporodik. Oké. 160 milliárdról beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, hogy itt volt.